Üdvözlök, ismétlen mindenkit, itten feltrált repít fel az opera böngésző, s itten a legnagyobb szerbiai ódalt már bemutassák a Livontót, a Youtube-ot, a B92-t, és az AliExpress-et, meg a Facebookot, és itten kellett választani, hogy milyen city legyen, hogy rögtön tudják, hogy hol is vagy. Belgrádban van a az ipkiosztásom, 15 fok van, és esik az eső. Nézzük, mit mi is tud. Vannak tiszta megváltozott a fölötte, van ilyen beállítások. Külön vannak ilyen témák. Sötét legyen, vagy fehér. Más szint már nem tudnak. Lehet, hogy külön kiegészítők kell hozzá. Itt vannak ilyen háttérképek. Azok, amik fel vannak kínálva. Itt van ilyen Movers Data. És menjünk a full settingbe. Mire is képes a böngésző. Elfelejtettem nézni, milyen verzió van rajta. Jó, gondolom ez is ugyanazt a Chromium rotort. Van felhasználva ez a Chrome 86.0 42.40.80-asan alapszik, meg a Mozilla 5.50 Safari-n. Annyit jelent ez ki, hogy ez már ma saját kódjuk, régebben a érdekessé legyen az az Opera története. Ez itt egy 2010-esi vagy 2009-esi verzió is be lesz mutatva, ami még saját Opera rotorja van neki, saját fejlesztésük volt, ami most már nincsen meg. Itt van ez a Facebook Messenger integráltatva van. Eléggé modern dizájnja van. Hangout. Van ez a WhatsApp, Instagram, Flow, Bookmarks, History és az össz beállítások. Nagyon egyszerűen néz ki ez a felelte neki. Van ilyen Snapshot, szöltöd a Shift 5-tel egyszerűen, vagy itt a neve a ikonnal. Ki lehet választani, hogy mit is fényképezzen le. Így. Eléggé egyszerű. És van külön hozzá ilyen kiegészítő marker, ami el lehet húzni. Mit tudni, ez? Van egy ceruza, ami el lehet firkálni. Van egy esőkép. Ez inkább ilyen szivárvány, elmosás. Elmossa a effekteket. Van ilyen smiley, szövegszerkesztés. És aztán el lehet menteni. Hát, ez valami pozitívum lesz benne. Tudom, hogy van. Hírek vannak, snapfotók, private window, és most kiderül az, hogy a beállításoknál képes-e arra, hogy ez a setting, vagy ez a settinget mutassa. Search engine a Google search, nézze, mik is vannak még benne, van Yahoo, Let's Go, Amazon, Bing és Wikipedia. Jelszót megjegyzi. A VPN-t kell telepíteni rá. Egy ilyen kicsi VPN is. Van ilyen battery saver. Crypto wallet.
User interface. Nyelvválasztás, angol. Hozzá tanír nyelveket is. Szinte minden van hozzá. Húzni. A védelmi rendszere érdekel, hogy mik is vannak. Az nem itt van, a Privacy Security. Nincs benne az automatikus törlés. Ez ki van hagyva belőle. A Brave-be benne volt. Hát nincs meg. Nézzük akkor. Hát ha tud valamit a Opera Never Remember History Itt van egy ilyen utal a régebbi verziókhoz volt. Hát nagyon nem talált semmit. 2020 újabb verzióban már nem lehet! Megszüntették! Szóval annyit tesz ki, netán valami társaság jön. Azt simán átnézi a gépet, hogy mit is csináltál rajta. Mindent tudnak majd. Nézzük meg az a VPN, mennyire is megbízható. Bekapcsolom. Menjünk Kínába. Van az IP-címen. Menjünk Kínába, Ázsiába. Ugyanaz. Na gyerünk. Bekapcsolta. És jön egy speed. Teszt. Mert is fél ez a, az Opera-nak a, az ingyenes VPN-je. Elindítom. Gondolok, hogy teljesen tele lesz majd. Reklámokkal! Nagyon fontos a reklámok. A gyenge elmének nem tudja, hogy mit vegyen magának. Reklámokra szüksége van. Láttam a TV reklámban. Mindenkinek van. Nekem is kell az. Mindjárt lesz mérve. Itt is van, Opera minek vagyok felismerve. Akkor vagyok átszázva. Kérdő a sebessége, így a böngészőnek mennyi az ingyenes. Mikor is vagyok, Európában vagyok. Azt letésztem Kínába. Egyáltalán meg fogja találni. Zürichben vagyok. Mennyire is gyorsa. Feltöltése. Ez ilyen hamis adatokat dob ki. Neki. Nem megbízható. Csak váltani fogok másik szervert. Kiderül, hogy mekkora a feltöltése.
Lehet, mert hamis adatokat adott ki. Hát, így szokott ez lenni. Most, ha mondok egy rövid kell, mennyit az operáról. Ebben a verzióban nem vagyok elégedve. Most kicsit látványos legyen. Ezért fogok letölteni majd egy 10 éve ezelőtti, vagy 12 éve ezelőtti operát, és fog derülni, hogy mik is változtak rajta meg. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!